Zákájszékről Mórahalom felé haladva, az út mellett integet egy szalmabábú, hogy lassítsunk, itt valami érdekeset láthatunk. S nem csupán érdekes, hanem igazán értékes gyűjteményt rejt a kanyarban az Öregház Tanya Múzeum. Mi is bepillantottunk és nosztalgiáztunk kicsit a múlt századi tárgyak és történetek között. Igazándiból az én nagyszüleim öröksége ennek a múzeumnak az alapja. Ők meghaltak, ott állt a házuk üresen, azokkal a bútorokkal, amelyek között én a gyerekkoromat éltem. A szekrény, amiből kivette nagymamám a vasárnapi ebédhez a terítőket, az ő fotelja, a pad, amin olyan szívesen üldögélt, és a húgommal nézelődtünk, hogy nem szeretnénk megválni ezektől a tárgyaktól, de hova is tegyük. És aztán egy zákányszéki program hatására gondoltuk úgy, hogy egy ilyen kiállítást meg lehetne szervezni. Itt volt ez a ház, amit éppen nem használtunk, és úgy gondoltuk, hogy méltó helye lenne ezeknek a tárgyaknak. Azután pedig, ahogy a környékbeliek hallották, hogy itt mi készül, eszükbe jutott sokaknak, hogy a padláson tényleg itt vannak az én nagyszüleimnek a tárgyai, hogy van valahol, majd megkeresik, van egy tárgy, amit ők is őrizgetnek, de igazából útba van, és úgy gondolták, hogy itt méltó helye lenne. Így aztán még a mai napig is szaporodnak a tárgyaink, mert mindig jön valaki, aki nagyon szívesen fölajánl egy-egy apróbb vagy nagyobb tárgyat. Vannak olyan tárgyak, amit esetleg ön sem ismer, és úgy kell utána nézni, hogy akkor ennek mi is volt a funkciója, vagy hogyan használták, vagy azért ön nagyon jól tudja, hogy minden tárgynak hol van mondjuk a helye, és az, hogy ez most miért fontos, és mire használták. Volt nagyon sok olyan tárgy, különösen amikor a nagyszüleim házából átkerültek ide, de szerencsére ott volt a 83 éves nagynéném, aki, mikor lehoztuk a padlásról, akkor mondta, hogy jé, ez még megvan, és mondta, hogy az micsoda. És így tudtam például a vízhordó abronnyicának a funkcióját, akkor van egy tárgy, amit mondta, hogy jé, ez a puska, hát egyáltalán nem hasonlít puskára, de így elmesélte, hogy mi volt a funkciója, mire használták. Viszont nagyon sok olyan tárgy is van, ami azért bekerül, aki hozza, elmondja, hogy mire használták, mire volt jó annak idején. De aztán jönnek ugye a látogatóink, akik még több helyről jönnek, több mindent láttak, és tesznek hozzá mindig. Tanulok a saját látogatóimtól is minden egyes alkalommal. Ha már a látogatók szóba kerültek, ugye ez a múzeum nyilván úgy működik, hogy ezt meg lehet tekinteni bárki számára. Mekkora az érdeklődés egy ilyen tanya múzeum iránt? Gondolom azért legtöbben, mondjuk az idősebbek akár nosztalgiázni is jöhetnek ide. Persze, természetesen idős klubok elég szívesen eljönnek, de nagyon sokszor gyerekek és gyerekcsoportok megismerkedni a régi időkkel. Szerencsénk van Mórahalom közelsége, és a mórahalmi programok miatt összekapcsolják nagyon sokszor a zákányszéki nevezetességeket, vagy legalábbis látnivalókat. És akik eljönnek már Mórahalomra, akkor egy kicsit kitekintenek, és ide jönnek hozzánk is. A gyerekeknek, mivel pedagógus vagyok, szoktam programokat készíteni, valahogy közelebb hozni, mert azért egy kisgyerek számára egy régi tárgy, az csak egy régi eszköz, amit ugyan nem is tud mire használni, de hogyha megfelelően közel hozzuk hozzá, érzelmileg megérintjük, esetleg játszhat is vele,
akkor onnantól kezdve biztos, hogy meg fogja jegyezni, és érdeklődni fog ez a kor iránt. Akkor vannak ilyen visszajelzések, hogy a gyerekek ezt ténylegesen még akár utána is emlegetik ezt a helyszínt? Hogy itt jártak, és akkor nem csak úgy, hogy ez most egy múzeumi, úgymond unalmas program, hanem tényleg felkelti az érdeklődést? A vendégkönyvemben nagyon sok olyan visszajelzés van, hogy nagyon örültek, nagyon jót játszottak. Nyilván közvetlen visszajelzést csak a helyi iskolásoktól tudok kapni, ők vannak közel. Akik távolabbról az ország másik feléről jönnek, azok nem föltétlenül írnak vissza, vagy egyáltalán jeleznek vissza. Viszont volt olyan budapesti csoport, baráti társaság, aki még pár hónap múlva küldött vissza képet, és írta, hogy ők milyen jól érezték magukat. De egyébként meg a gyerekek látom, amikor játszanak, és teljesen belefeledkeznek abba, hogy itt vannak. Nem úgy, mint annak idején emlékszem, hogy én osztálytársaim, mikor én még gyerek voltam múzeum, akkor végig szaladtak, és már kész is voltak. Itt azért eltöltenek némi időt. Zárkányszéken ugye van több turisztikai látványosság is, de azért kétségtelen, hogy az Öregházszonya Múzeum azért kiemelkedik ezek közül, mondjuk a Madárkert mellett azért két olyan helyszín, amit mondjuk szívesen látogatnak. Például, hogy megépült a kerékpárút. Ez látszódik-e már valamilyen változás abból a tekintetből, hogy jönnek mondjuk akár kerékpárosok, vagy szívesebben akkor itt most megállnak, és akkor megnézik, hogy itt mi is van? A kerékpárút nyilván tavasszal és nyáron jelent nagyobb látogatottságot. A téli időszak az csöndesebb, de nagyon fontos segítség volt nekünk ez, hogy itt megépülhetett a kerékpárút. A másik, ami miatt nagyon jó helyzetben vagyunk, az, hogy itt megy el a országos kék túra útvonala, és sokan jöttek már, hogy végigjárják a kék túrát, és akkor betérnek ide is. Az Ezerarcú Természetvédelmi és Turisztika Egyesületnek is tagjai. Annak idején miért volt ez fontos, hogy Zárkányszéken létrejöjjön egy ilyen egyesület, és hogy önök is mindenképpen tagjai legyenek, vagy hogyan tud a munkájukban részt venni? Igazán nagyon fontos feladatot lát el ez az egyesület. Összefogja az itt Zárkányszéken élő és dolgozó turisztikában dolgozó egyéneket. Ugyanakkor olyan hagyományőrző szerepe van, amit mindenképpen meg kell őriznünk és segítenünk kell, én így gondolom. A turisztika az egy jó irány lehet szerint Zárkányszéknek, tehát nyilván jó irány, de hogyan lehetne ezt akár még inkább ismertebbé tenni, vagy támaszkodni kell például Mórahalom közelségére, vagy lehet új utakon is járni? Mindenképpen Mórahalom egy nagy segítség nekünk, és egy nagy lehetőség, mivel azért Mórahalom fejlődik, vonza a turistákat, és arra támaszkodni. Viszont azért Zárkányszéknek is vannak olyan hagyományai, amit érdemes bemutatni, és ki lehet emelni, és lehet rá támaszkodni. Nyilván itt a reklámnak, a mindenféle hirdetéseknek hatalmas szerepe van, akár egy egyesület által is. És mindig picit térjünk vissza erre bizonyos Tanya Múzeumra, az itteni tárgyakra. Volna valami olyan történet, amit ki tudna emelni egy tárgyhoz kötődően, ami esetleg ön számára nagyon kedves, vagy egy olyan embernek, aki mondjuk behozta ezt a tárgyat? Van-e ilyen, ami mondjuk esetleg ki tudná emelni? Igazándiból ezt én már meg is írtam valahol, de ez, ami számomra mindig is szívet melengető. Pont Mórahalomról az egyik szállodából jött egy család, és az egyik kislányuk, a nagyobbik kislányuk az nyilván reggel volt, és nem volt kedve fölkelni, meg egyáltalán semmi kedve nem volt múzeumba jönni, de hát jött a szüleivel, és próbáltam mindenféle játékba csábítani. A kisuga az örömmel részt vett, mindenfélét végigcsinált, de a kislány az csak duzzogott, és nem. És a nagypapámnak az egyik morzsolójához jutottunk,
a szinte már a nap végére, és az időszak végére, mert már úgy éreztem, hogy most már nem tudok vele mit kezdeni, hát azt még megmutatom, és kész. És amikor azt meglátta, onnantól kezdve elkezdett mozsolni, és csinálta, és akkor már a szülei nem győzték vissza csábítani az autóba, mert ő még akkor mindig maradni akart, de szerencsére elfogyott a kukorica, ami be volt készítve, és így akkor a szülei is mehettek dolgukra. Tehát akkor ez azt jelenti, hogy itt nem csak nézni lehet a tárgyakat, hanem akár ki is lehet próbálni őket, melyiket? Természetesen én nagyon fontosnak érzem, hogy érzelmileg minél közelebb vigyem a látogatókhoz ezeket a tárgyakat, mert ha csak nézhetik, akkor nem érinti meg őket. De ha ki is próbálhatják, akkor biztos, hogy mélyebb emléket visznek magukkal.